Akkor Európa iszlám lesz, és akkor mi van? Mondta egy magyarországi újságírónő. Nézzük meg. És hozzátenném Babájával. azt a nagyon egyszerű és frappáns Remélem, választ, éjszakkor be hogyha is fejezték. iszlamizálódik Európa, akkor tudod, mi Marcika lesz? megszületik. Akkor Európa iszlám lesz, és akkor mi van? A hölgynek fogalma sincs arról, hogy mit beszél, de be kell vallanunk, senki sem tudja, mi lesz akkor, ha Európa iszlamizálódik. Tényleg mi lesz? Az alábbi videóban kerülöm a politikát, habár annak köszönhetően jutott ide Európa. Tehát itt most nem politikai kérdésről, hanem igenis komoly társadalmi kérdésről van szó. Mi lesz, ha Európa iszlamizálódik? Amint említettem, erre jelenleg senki sem tud pontos választ adni, de a tapasztalatok alapján felködlik mindaz, ami Európára vár, ha a jelenlegi bevándorláspolitika folytatódik. Tehát a következő videó nem egy politikai kampány része akar lenni, hanem tényekre alapozott társadalmi probléma, melyet elhessegetünk magunktól gondolván, ha nem beszélünk róla, nem létezik. Pedig igenis létezik, csupán időkérdése, mikor terjed ki a többi európai országra is. A következő videó a franciaországi Saint-Denis-ben készült vasárnap, a város bazilikájában, illetve a bazilika előtt, amikor baloldali tüntetők és migránsok mise közben behatoltak a bazilikába, és mintegy egy órán keresztül zaklatták a keresztény miséző híveket, míg nem a rendőrségnek végül sikerült őket kiszorítani. A videón tisztán hallható, amint a tüntetők rendőri brutalitásról és igazságtalanságról ordibálnak. Mindezek után mindenki vonja le a megfelelő tanulságot, következtetést. Íme a videó. Vous arrêtez, vous êtes filmés. Bravo, bravo.
les frontières, ce sont des êtres humains qui crèvent là, au port de la France. Et là, vous êtes dans la basilique là. Et là, vous êtes en train d'agresser qui? Des habitants, des salariés, des sans-papiers, des migrants tous solidaires. Honte à vous! Honte à vous! Non, là, c'était comme des chiens, quoi. La voilà l'humanité du gouvernement actuel, la voilà. Bravo. Fais-moi peur. Vous étiez à l'intérieur, madame? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je peux vous filmer ou non? Je ne vous filme pas, vous me dites juste. Je ne sais pas bien parler, frère. Mais dites-moi juste ce qui s'est passé. Il y avait une occupation, en fait. Oui. On est collectif sans papier, on est venu pour manifester. D'accord. Donc les policiers sont venus. C'est bien là, pour ma gorge. D'accord, oui. Et j'ai vu en plus qu'ils ont gazé, ils ont mis des. Oui. Donc, vous avez attrapé la gorge? Oui, ma gorge. Voilà. Donc oui. Vous avez quel âge? Je suis